parkournak szerintem alapvetően a legegyszerűbb definíciója, hogy A-ból B pontba a lehető leggyorsabban és a lehető legkreatívabban kell eljutni. Három évvel ezelőtt a Torna Szövetség felvette a 8. szakáként a parkurt. Alapvetően megmaradt mai napig az, hogy ez egy utcai sport. 90-es évek óta létezik úgy, mint parkur. Természetesen régebb óta ugrándoznak az emberek, meg szaladgálnak ide-oda, de alapvetően David Bell nevéhez fűződik, ráadásul Franciaországban, Lisseshez. Ott indult el, David Bell hozta ezt a nevet, hogy parkour. Indult a Yamakasi csapattal, ők voltak az első parkúros csapat. Yamakasi. Magyarországra parkour a 90-es évek végén, a 2000-es évek elején érkezett. Én személy szerint 10 éve parkúrozok, szóval nagyjából, hogyha mostantól nézzük, akkor félúton csatlakoztam be. Úgymond mi voltunk talán a második generáció, hogyha sportági generációkat nézzünk, akik elkezdtek itthon edzeni, és ezt folytatták is. Amikor én ezt elkezdtem, még kosárlabdázó voltam, meg nagyon sok ideig az is maradtam, és nekem ez egy ilyen mellékprojekt volt, egy szerelemprojekt. Még a gyakorlási lehetőség annyi volt, hogy megnéztem egy videót, és utána a lassításokból megpróbáltam kivenni a mozdulatot, hogy ezt hogy is lehet jól megcsinálni. Nekem a tudásomnak a 70%-a azonnal jött. Volt egy-két ilyen nevezetesebb spot vagy hely, ahol edzettek a magyar parkúrosok. Ott lényegében megismertem az akkori magyar parkour krémjét, hogyha lehet így mondani, és akkor így belecsöppentem a világába, és benne is maradtam. Vannak azok a mozdulatok ebbe a sportágba is, amik könnyen megtanulhatóak videókból, főleg, hogyha le van lassítva, jól le van magyarázva. Manapságom viszont picit veszélyesebb, tehát abban a korszakban, amikor fél perc alatt, meg 10 perc alatt akarnak elmagyarázni egy komplex mozdulatot, meg rávezetni, és azt mondani, hogy csináld meg ezt, és menni fog. Na, olyankor szokott a probléma lenni, tehát egy jó tutoriál alapján kint az egyszerűbb alapmozdulatokat igenis meg lehet tanulni. Nem olyan biztonságosan, meg lehet, hogy az ember egy-két sípcsontost eljátszik, de ezek túlélhető dolgok. A nehezebb mozdulatokra már én is azért gyakoroltam, tehát a szaltónál az olyan dolgok, nehéz volt. Arra inkább úgy voltam, hogy keresek valakit, aki már tudja, és megkérdezem, hogy ő hogy csinálta, esetleg, hogyha van tapasztalat, akkor segítsen, és legyen ott, és adjon egy kis segítséget, legalább támasztja meg a hátamat, forgassa át a lábamat. Minden sportágban van alapvetően veszély. Nyilván a fociban elrúghatják az ember lábát, a parkurban ez nem történik meg, de hogyha az ember háztetőkön ugrál, akkor alatta van sok emelet, ez nyilván rizikós, nyilván veszélyes, nyilván nem kell háztetőn ugrálni, tehát vannak azért sokkal alacsonyabban az utcán, a tereken challenge-ek, kihívások, feladatok, amiket le kell küzdeni, de mivel betonon, köveken, fákon ugrál az ember, hogyha nem figyel, akkor természetesen becsúszhat olyan probléma, ami baj lehet. Figyelni kell, megfontoltan kell edzeni, és lényegében mindig olyat csinálunk meg, amiben biztosak vagyunk, hogy meg tudjuk csinálni, vagy biztosan tudjuk azt, hogyha elrontjuk, akkor hogyan tudjuk azt menteni, hogyan tudunk jól kijönni abból a szituációból, ami nem tűnik annyira jónak. Sokan jönnek hozzánk úgy a terembe, hogy meg akartak tanulni hátraszaltozni. Ez mindenkinek egy ilyen álom mozdulata, meg akarok tanulni hátraszaltozni. Van, aki nem csak ezért jön, van, aki egyszerűen csak parkurozni akar, vagy meglátott egy olyan jó videójáték vagy filmbe valamit, és azt mondta, hogy hú, ez a sport, ez érdekel. És onnantól kezdve, amikor rákeresett, hogy parkur tanulás, akkor földobta a termet, és onnantól megtalált minket. A legalapabb dolgok, amikkel szoktuk kezdeni, azok a vaultok, vagy átjutási formák az akadályokon. Ebből jó sok van. A parkurt alapvetően azért hoztuk tető alá, és ezért vitték külföldön is szerintem tető alá, hogy biztonságosan el lehessen sajátítani az alapokat. Tehát egy
utcai sportág, a lényeg, hogy az utcán A-ból B-pontban minél gyorsabban eljussunk, meg minél kreatívabban bárhova, de szaltózni, az alaptrükköket, ugrásokat szivacsok közt megtanulni alapvetően biztonságos, rengeteg baleset elkerülhető vele, ami azért nem másodlagos, és aztán igazából a megszerzett tudást tudja mindenki kivinni magával bárhova, bármilyen körülmények közé.